Csácsó, mi csőtészt, a sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, kiperjelentkezik a következő csodálatos Vanilla SnowRunner-rel. Nagyon sok kommentet írtatok, úgyhogy valószínűleg azokat szeretném, hogy jaj, szava, szava, hát hogyan nézek, figyelj, nézd rám a csávó, hello, jaj, tekergeti a kormányát, nagyon édes vagy. Figyelj, nézd végig rám, hallod, ide be lehetne vágni azt az erét, tudjátok, az a mémet, az a... Szamban vagy mi, vagy nem is tudom pontosabb, hogy mi adnak a számnak a címe. Na, gyerekek, figyeljetek, az a szituáció, hogy igen, azt írtátok, hogy jó lenne, hogyha felfedezném az egész mapot, és jó lenne, hogyha ezen megcsinálnám a küldetéseket, kapok egy csomó mindent érte, járműveket, fejlesztéseket, és ezeket tök jó lenne, hogyha végig megcsinálnám. Akkor erre fogunk ráfeszülni, vakarja a fejét, el kell fordítanom a kamerát, mert elmondja a figyelmem az a csávó. És azt írtátok, hogy például pótkocsikat, azokat jó lenne, hogyha oda húzingálnám, el tudom adni, gyakorlatilag mindent el tudok adni, minden járművet be tudok hordani, el tudom adni őket, szóval ebből mind pénzt lehetne csinálni. De, halljátok egy pillanatra, ez a Flat Star-ba bele kellene liapnyám, hogy kell, várja, hogy kell, Flat Star. Így, enter, és akkor elvileg tudok olyat, hogy recover, a szóval recover elek. Garázsba? Igen, a garázsba, jó. Vissza kell állítanom egyébként a járműveket, arra gondoltam, akkor már garázsba vagy valahol, nem? A Chevro, ez mi az a service trailer? Ez mi, mit? Nem tudok semmit csinálni, hanem csak ott van. A Chevroletbe is vissza kellene lépnem. És azt is recoverelnem kellene. A garázsba. Mondjuk nem biztos, hogy a garázsba kéne recoverelni. Álljál meg, nézzük meg a mapot, hogy mit kellene felszabadítani. Itt, gyerekek, ezen a részen például van egy csomó watchtower. De várjál, vissza kellene mennem egyébként, lehet. A garázsba, mert lehet, hogy tudnék rajta alakítani, nem? Úgyhogy az lesz gyerekek. Nyomunk egy V-t, és akkor recover, garázsba. És akkor megnézzük, hogy nem-e tudok valamit customizálni rajt. Engine, nem tudok-e nagyobbat. Gearbox, nem. Gyorsan végigfutok rá a gyerekek. Tires. Szerintem ezek pont ugyanolyan szarok, nem? Mint ami rajta van. Nem tűnik jobbnak. Sem hiszem, hogy változik bármi is. De viszont van a... van offroad kerék, vagyis én mindenre való. Ezek közöttök mindegy, melyiket választom? Lehet a legdrágább, a legjobb, nem? Várjál, megnézem, hogy még lejjebb nincs. Nincs. Akkor mindenképpen rakunk rá gumikat. Jó drága, de figyelj, ilyen felfedezésre szerintem az tök jó lenne, hogyha használnék ilyeneket. Igen, van madra, meg van chained, meg minden, de azokat ugye még nem érem el. Ez mi? Jó, hát ez valami olyasmit ír. Hogyha kikapcsolom a motorja, akkor is tudom használni. Olyan, gyakorlatilag olyan csörlő, hogy akkor is, ha nem megy a motor, akkor is tudom használni. Valami ilyesmi, nem túl erős, de tudja használni. Jó, ez nekünk van. Deflock. Igen, azt használjuk, ugye? Ez a szívó, ez szerintem nem kell, olyan mélyre nem megyünk. Frame add-onsnál mi van? Aha, van ilyen. És van ilyen van ilyen javítókészletes cucc. Aha, és 50 javítópontot. Víz. Meg egy ilyen mi az, hogy kereket. Jó, mindegy, ezt lehet, hogy rárakom, mert igazából mást mit rakjak rá, nem? 2000-be kerül. Hát most erre ezt fejlesztettem, ezt a gépet. Hát remélem, hogy nem volt hülyeség. És akkor most már, hogyha itt vagyunk, akkor itt kellene felfedezni, nem, srácok? El kellene mennem ehhez a Watchtowerhez. Ez meg, hát nem tudom, megjelölöm bazze. Így, nem? Azt ennyi. Reggel van? Vagy mi van most? Meg kell tanulni a kezelést nagyon gyorsan, hogy ne tököljünk vele, mert Aftermoon, Skip Time, azt mondjuk tényleg könnyebb lenne. Jó, reggel 6-kor indulunk. Jó, van, veretjük gyerekek. Nagyobb kerekeket sikerült felcsapatnom, úgyhogy most már tök fajén. Írtátok, hogy ez a H betű azért nem elérhető, azt a high-gőjét nem tudom kapcsolni, mert az ugye majd olyan váltó kell unlockolnom hozzá. Na, gyerekek.
Hát elmegyünk erre, azt megpróbáljuk itt a Watch Tower-t fel, meg mi út ez? Nehogy már ettől megsérült a kerekem? Ne? Mondjuk tudom magam javítani, szóval jó lesz ez. Összkereket bekapcsoljuk, megpróbálunk itt fölmászni. Erre lesz nekem a jó? Gyorsan nézzünk rá, gyerekek. Vagyunk. Hát lehet, hogy nem. De mondjuk lehet, hogy igen. Itt balra megyünk a legelsőre, jó? Na, csapjuk neki. Gyerekek, miért van összetörve a verrám? Ekkorát kapott ütést? Hát tudja, érdekes. A diffizár nem elérhető ez a trackhoz. És itt akartam én elmenni balra? Most ja, nem idő. Úristen, mi van itt, gyerek? Ne szórakozzál! Most ez komoly? Kapásból ekkora sár van itt? Te mindenre számítottam, de erre nem. Azt hittem, hogy ezen a mapon így még ilyen gyenge dolgok van, nem ilyen őrület. Ó, menjünk el oldalra. Ugye, hogyha szétvágom itt a sarat, akkor gondolom az úgy is marad már, mint hogyha itt például szállítani fogok valamit, akkor jó lenne, hogy nem nyírnám ki itt az utat még jobban, mint amennyire ki van. Jó, akkor felfedezési dolog van. Azt írtátok, hogy van egy csomó jármű is lehet még a mapon, szóval érdemes mindenképpen. Azt nézem, hogy itt ez mi? Itt is itt lehet elmenni? Azt nem mondja, hogy itt kell fölmennem. Te fiú, ez nem lesz nekem erős? Ha megpróbálkozunk vele, jó van? Ilyen scout járművel gondolom azzal jó felszabadítani, nem kéne idehoznom ilyen nagy vasakat. Jó, vagy fölmászik ez. 304 méterre van az első Watch Tower, amit fel kellene ellopolnom. És akkor utána talán megnézzük egyébként, hogy miket látunk meg a mapon, mert ugye amikor Watch Tower-t felszabadítod, akkor jelzi is, hogyha vannak például valami fejlesztések, járművek vagy ilyesmik azon a környéken. Megjárjuk itt ezt az északi részt, aztán majd meglátjuk, hogy még mit hoz a jövő. Erre lehet menni, jó van. Ez szerintem jó az a jármű egyébként. Jó, hogy raktam rá ilyen... Ó, itt vannak ilyen taskok. Írtátok, hogy ugye a... Ezeket így fel tudom venni. Ha akarom. Meg ugye fel kell szabadítani őket. De meg írtátok azt is, hogy ami ilyen időre megy, az amit várjak, mert oda jobb jármű kell, mert igazából el fogom úgyis bukni, nem lesz jó. Úgyhogy azokat mindenképp a végére adjam. Szóval csináljam nyugodtan a küldetéseket, amit tetszik, mindegy, hogy mit. Meg vannak olyan küldetések, írtátok, hogy több térképen keresztül fog vezetni, szóval lehet, hogy itt le kell szállítanom valamit, meg még majd máshol is le kell szállítanom valamit. Egyébként gyerekek, jó, hogy felraktam szerintem ezt a fail off-road gumákat. De várja, hogy kell itt menni? Megpróbáljuk így a fák között? Nem tökölünk, jó? Ajaj, beakadt a visszapillant a tükör. Csörlőzni tudunk, jó, hogy ha van fal közelben, akkor nagy gond nem lehet. Itt jó lenne fölkepesztetni. Egyébként ezek a gumik, ezek szerintem tök jók. Egy olyan jármű kell erre egyébként, ezt még talán jobban örülnék neki, ami... Úristen, hát lehet, hogy nem erre kellett volna jönni. Ez lehet, hogy megkerült-e... Úton mehettem volna, én hülye. És meg itt belekeveredtem, mint... Akkor mind a kombinéjba bazze. Na. Ezek a kövek egyébként a legrosszabbak, mert még jobban csúsznak, mint a sár. More, ne szóval, akkor induljál már meg. Nem akar elfordulni ettől. Várjál, visszatolhatok teljesen, mert ez nem lesz jó. Ott egyenesen mennyi? A Chevy. Van F-150 benne, meg 250 egyébként a játékban? A Fordok benne vannak. Fordulj fel! Na, a Watch Tower megvan, oda nézze. Keeper az átvágja magát, nem ám az utam menne. És akkor ott van, hogy miket fedeztem föl. Na, a középfék, azt nézzük meg. Itt van, ott van egy upgrade. Nem írja, hogy mihez? Nem. Ugye meg kellene szerezni. Van valami útblokád. Hű gyerekek, van minden is, hallod? Ott van egy upgrade, azt mondjuk tök jó lenne megszerezni. Itt van valami híd, ami le van szakadva.
Viszont ahhoz az upgrade-hez le tudnék menni, mondjuk a Watch Tower-hez jó lenne tovább menni. Figyeljetek, itt ha lemennék, elmennék ide, és itt át tudnék menni, ez a Watch Tower-hez lehet, ugye? Erdőn keresztül, hát hogyne. Az upgrade-eket ugye tök jól megmutatja, és azokat akkor meg lehet lokkolni. És ugye állokolgatom, vagyis felfedezem a különböző kőlerhelyiseket. Jó, itt megpróbálunk lecsurgulni. Gyerekek, ez azért elég veszélyes móka, nem? Megyünk a következő Watch Towerhez, nem adjuk föl. Van javító pontunk egyébként, hogyha nagy gond lenne. Itt akkor merre akartam menni? Itt jobbra az úton, ugye? Jobbra az úton. Egyébként szerintem ezzel a járművel volt érdemes együnk, nem? És itt ilyen nagy kamionokkal forgolászni, meg majd erdőbe is akarok menni, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Ez azért így el lehet navigálgatni, az, hogy megütöttük kapásból az elejét, talán annyira nem lett nagy gond. Na itt meg ugye el akartam be erdőnek, és komoly. Próbáljuk. Hát, hogy rá kéne nézni a mapra, mert itt vezet út is. Ja, az úton, igen, hülye vagy. Jaj. Ja, az úton. Jó, sáros, nem baj. Ez a gumik, ezek egész jó, gondolom. Egyébként... Ó, mi van? Mi van itt, öcsém? Jó, meg kell ismerni. Ugye erről szól az, hogy volt az a túltippe is, hogy megfelelő úthoz, megfelelő minőségű jármű és sofőr kell. Mármint experienced, mármint ilyen tapasztalt sofőr kell. Meg az, hogy fölismerem, hogy milyen útviszonyok. És azért nem lehet ilyen modolt részeket összehozni, hát gyerekeken, olyan, ha egyszer fingot sincs a játékról, akkor hogyan akarsz modolt epizódokat, modokat tesztelni, ha egyszer nem ismered a játékot. Na és akkor itt gondoltam, hogy én elvágok az erdőt. Már miért ne? Ha figyelj, ez egy offroad játék, gyerekek, nehogy már csak az utakat használják, igaz, az utak se a legcsinosabbak. Nem tudom, mi lesz itt. Mi gyerekek, baze? A hülye gyerek? Az baze? Nem véletlenül nem erre ment az út. Álljál meg, fék, satú fék! Meg kéne fordulunk. Menj vissza a kicsit. Hogy? Fölne dőjjünk, mert ha fölülünk, akkor van baj. Akkor vége bulinak. Ja, meg mondtátok, hogy a krénes rakodás az azért van, mert valamikor, hogyha hardcore-ba játszasz, akkor nem tudsz más csinálni, csak krénnel rakodni. Szóval az egy elég összetett, nehéz rész. Na gyerekek, átmegyek én mindenen, ne viccelj, figyelj, fölkaphatok itt. Sokáig rúg egy helybe, akkor tud baj lenni. Egyébként esik az eső. Ez a michigani rész. Sivatag van, mert ez a michigani rész egyébként nekem annyira nem jön be. És most mit úgy gondolom, hogy én megyek ott föl? Vagy tovább? Na micsoda? Hát fölvágtatok, gyerekek. Azt a betyár. Itt mekkora ideje van? Klik. Kamera kezelés az körülbelül olyan szinte, ami sprintályozban lehet azért megvadulni tőle. Ugye nem közvetlenül kocsi körül fölök, hanem ilyen kicsit furcsán. Jó, de figyeljetek! Úttalan utakon a képer elérte a következő watchtower-t. Oda nézzé! Oké, okay. Akkor megnézzük, hogy most mit feleztünk föl. Ott egy jármű, Chevrolet Kodiaq. C7. Az milyen a Chevrolet Kodiaq? Van egy Logstation, és mehetnénk tovább, gyerekek. Itt le kellene mennünk el a útocskán, és akkor elmennénk a Logstationhoz. Fölmennénk egész a Watchtowerig. Valószínűleg így. És visszafele meg összeszednénk a dolgokat. Upgrade-eket, ilyeneket, nem? Tök jó. Egyébként, ha így rányomok, akkor ez mutatja, hogy hol van. Aha, ez tök jó, mert így, ezek egyébként baromi jó ezek a jelek, ezeket mind meg kell, egyébként ezt tök meg kell szokni, meg kell tanulni, arról szól.
Nem baj, hogy bonyolult egy játék, csak az a baj, hogyha nem fordítasz rá elég időt, és így nem látod át megfelelőképpen, akkor van baj. Akkor így elveszettnek érezheted magadban. Jó, hát figyeljetek, úttalan utakon meg én. Ó! Oh! Jó, ez kirűt. Merek a mennem egyáltalán? Erre, balra? Jó, hát no problém volt van egyébként. Csak egy kicsit nagyon sár, de hát... Semmi gond. Na, itt egy élmény lesz ilyen 30 tonnás cuccokat majd szállítani, mi? Ez biztos... Jaj, mi van itt? Ez ilyen logstation, de nem tűnik nagyon nem sárosnak. Szóval valahogy... Lehet, hogy kerülöm. Ó, van ilyen markoló, de jól nézek ki ezek a gyerekek, oda nem merek én belevenni ezzel. Ilyen erdőírtás van itt. Azt a... Ekkora sárba... Az egy Michigan, az tényleg gondolom egy ilyen nagyon esős. Nagyon esős vidék, hát... Már ilyen, ott elmegyünk erre. Meg ezek a tuskók is nagyon élvezetesek. De viszont tök jó, hogy rombolható a környezet. Ez tetszik. A gyerekek, akkor megyünk tovább, a legutolsó Watchtowerhez, itt éjszakor. Ugye ahhoz, hogy itt tudjak normálisan szállítani, meg kell javítani majd a dolgokat. Ugye vannak ilyen leszakadt hidak, meg mit tudom, útblokkád, gondolom azokat, hogy el kell távolítani, takarítani. Majd mindig írjátok, légy, tényleg nagyon sokat segítettetek most is, hogy hogy álljak neki a játéknak. Írjatok, hogy... hogy legyen jó. Nyugodtan, tényleg megfogadom, meg nem azt, hogy megfogadom, hanem szükségem is van rá, hogy írjatok, mert a keeper az el van veszve kicsit. Még mindig, de majd az változik talán. Na valószínűleg erre kell mennünk. Talán itt nem lesz útzár, meg semmi. Egyébként megpróbálom kevesebbet kapkodni a kamerát, ígérem. Mert az lehet, hogy zavaró. Én is kezdek megszédülni néha. Jó gyerekek, itt mi van? Na, ezeket úgy utálom, amikor ilyen külyeg vannak. De olyan szépen fel tudsz akarni, de várjál! Na jó, mert visszafordul az út, mondom, nehogy elmenjek valami másra. Itt ilyen kőomlás volt. Egyébként ide hozná egy izét, egy dozert, aztán így le tudnád takarítani magadnak, nem? És tök feeling lenne. Csak az a baj, nem, nagyon sokan írták, hogy ebben a játékban ilyen millió órákat beletolnak, mert tényleg megcsinálni mindent, azért ugye például mit tudom én, várjátok, most nekem ilyen kocifantosan kell feljönnöm ide. Még itt jó út van, úgyhogy engedhetem neki. Ugye megírtátok, hogy ilyen végtelen anyázás tud lenni ez a játék, azért hogyha nincsenek megfelelő gépeid, akkor azért tudsz hívni azt a betyárt, hogy gyerekek, én nagyon félek, hogy nem jó fele megyek. Várjál, ott kellett volna fölmennem, látod-e? Hogy megkerülöm a félvilágot. De az a durva, hogyha elmész valamerre, akkor az úgy felszabadul az a hely, látjátok? Várj, elvileg, így visszatörődött. Mármint úgy mondom, hogy felszabadul, hogy akkor látsz egy darabig a mapon. A Watchtower az csak abba segít, hogy felderítsd a különböző dolgokat. Mármint, hogyha végigjársz a mapon, akkor nem marad sötét. Ugye Spintiles Mudrunnerben úgy volt, hogy hiába mászkáltam a mapon, addig, amíg a Watchtower-ket, ott is Watchtower volt, vagy valami ilyesmi, fel nem szabadítottad, vagy el nem érted, addig ott nem is láttál semmit. Tök ilyen vakon voltál, csak egy pici vonalba láttál, tudod, ahol végigment ilyen úton. Itt valahol itt kéne fölvágtatni akkor. Jó, ez tök jó, ez is például új nekem. Ezt is tanulni kell. Egyébként élem a játékot, meg nagyon várom, meg nagyon ilyen... csomó mindent lehet csinálni, az tök érdekel. Veretjük neki. Verrákat kellene összeszednem, mert nekem most az úgy érdekelne. Lehet, hogy... Nem tudom, ugye a DLC-s járműveket mondtátok, nyugodtan használjam meg minden, de nem akarom, hanem tényleg úgy akarom, ilyen fapadosabb, mint a most kezdődött volna a játék, érted? Na, még egy Watchtower. Oké, és akkor várj, megnézem, hogy mi történt itt. Hát ott van egy paut. Azt látom, igazából itt van egy izé, itt is van egy hidát, lehet menni ott éjszakra.
Ezt kellene megnézni. Ez Chevrolet Koreák, fogalmam sincs mi az, gyerekek. Itt ilyen taskok vannak. Fú, gyerekek, melyik küldetés van ezen a mapon? Mi? Ez mi? Kettő brig van rajt. Na várjátok, eddig a kodélkük. E van romlava, meg ilyesmi. De viszont az, hogy akkor azt... De azt vissza tudom ugratni a garázsba, hát ülök? Azt mondom, hogy vissza tudom, ugye? Vissza tudom. Akkor le kéne mennünk, akkor menjünk le itt. Menjünk le itt. Elmegyünk vissza. Lejövünk az úton. Lejövünk eddig, és akkor itt megpróbálunk bemenni a kodélkhoz. Az milyen jár? Az valami nagy dög. Nem tudom, hogy jó-e. Figyeljetek, maximum eladni, érted? Nem? Oké, menjünk, akkor ezt felejtjük neki. Nyomjuk neki, nyomjuk neki. Nyomjuk egy kis belső életet. Jó. Lehet, hogy nem, ezt a játékot ne játsz belső életetben, megbolondulsz. De milyen jó kis időt mostanak, de jó végre. Na most itt merre? Na itt balra. Jó, jó ez a Chevrolet. Élem. Figyeljetek, küldjük neki be azzal. Négy, megsérült a motor. Mare. Kicsit erősen csurgatjuk lefelé a dolgokat. De az idő pénz. Hopp, francba. Nem a. Figyelnem kell, hogy vannak ilyen csillogos helyek, hát ez ilyen nagyon mély sár. Itt ha fölfele jössz, akkor itt meg tudod magad szivatni, mondjuk. Lefele még annyira nem is. Új, itt is ilyen nagy sár van, figyelj, kerüljük már ki. Látod? Merre kell mennem balra? Jó, ez a, checkpoint rendszer, vagy ez a GPS rendszer, vagy tök jó mutatja ugye a hadon, mármint hogyha elfordulsz, látod, akkor is ugye mutatja, hogy arra. Nem kell mindig keresgetni, ez jó, jó van csinálva, teljesen jó. És akkor itt meg mehetünk le. Ugye itt jöttünk föl. A járműveket, fejlesztéseket kellene megtanulnom, én arra gondoltam, hogy megszereznem. Gyerekek, nagyon lehet verhetni lefele, oda nő. Itt nincs el előre, gyerekek. Oh. Oké, és akkor itt mindjárt. Egyébként nem olyan extrém nagy a map, tehát ugye azért el lehet lenni. És akkor itt kellene ugye valahol bemenni, a tuskók között okosba. A kodiákhoz. Beleülök, akkor szerintem be tudok ugratni a garázsba, csak ugye el kell addig jutni. Itt mély sár van, megint fényes. Aha. Ajaj. Ez lehet, hogy sok volt nekünk most. Ugye, vincseljünk egyet. Egyébként tök jó, hogy van ilyen automata vincselés, hogy föl tudod dobni valamire. Igaz, nem a legideálisabban rakta. Na, várjátok, nem jó fele jövök. De jó fele jövök. Jó. Arra kéne menni, csak megint böszmen a sárval, figyeled? Látni, itt fényesedik. Hogy a szélibe kéne mennem, vagy valami. Nagyon beteg... Ide tényleg ilyen nagyon beteg gépek kellenek. Írtátok, hogy nagyon ne álljak neki még ezekkel komoly dolgoknak. Mert csak baj lesz, és azért szedje össze a többi a gépet, meg az upgrade-eket. Na, mi a szitu itt? Hol van a gép? Ott van a gépe. Közelítsük meg megfelelőképpen. Hát, srácok, az valahogy nem tudom, hogy tudom megközelíteni, hogy ne süllyedjek el. Itt nem? De az ilyen nagyon mocsár világ van. Nem tudok rá vincselni. Ó, dehogy nem. Mondjuk ezt nem valószínű, hogy meg fogom tudni megmozdítani ezzel, ugye? Jó gondolja a képer? Hát ez nem igen. Mert húzzunk hát, ahó. New track discovered.
Jaj. Ekkor meg is fogok tudni menni, Mária. Kihúzom magam. Megpróbálunk oda menni. Hát figyeljetek, inkább bele kellene lépnem, nem? Nem tudok átlépni ilyenkor ma. Ez winch, change track. Át tudok a Chevrolet Kodiakba. Jó, és akkor ilyenkor vissza tudom ugratni, ugye? Jól gondolom? V. Recover. Garázsba. Megnézzük, mi ez. Na mi ez, gyerekek? Mi ez? Mit ír róla? Chevrolet Kodiak. Hát, egy ilyen közepes jármű, kicsit ilyen scoutos, ha jól értelmezem. Beütése van. Megnézzük, hogy mit lehetne, leginkább ilyen kerekek érdekelnek. Egyébként elég magas, ugye? Látjátok. Egyébként semmi nem elérhető rá. Összkerék meghajtást, azt tud egyébként, vagy valami? Összkerék meghajtása ugye van. Nem, nincsen őszkerék meghajtása, hátsó meghajtása van csak egyelőre, úgyhogy az eléggé szófács. Úgyhogy baj, nem annyira jó, mondhassuk. Úgyhogy akkor ez most egyelőre felejtős. Megyünk vissza egyébként a Chevroletünkbe, és nézzük, hogy mit lehetne. Sorba kellene összeszedni a dolgokat. Figyeljetek, ki kéne jönnöm vissza az útra. Kéne. Ja, mert most nem abba ülök, nem azt mutatja. Oké, okay. Ki kéne jönni vissza az útra, és nem tudom, azt az upgrade-et, azt megpróbáljam-e. Upgrade-et megpróbáljuk ezt? Ezt el tudom érni, vagy én? Jármű nincs sehol máshol. Lehet, hogy még föl kéne szabadítani a területeket? Nem tudom, hogy melyik, mi lenne a jó megoldás. Bár mondjuk az upgrade, ez marra közel van, ha egyszer már nem. Úgyhogy lehet, hogy az lesz, hogy így. És akkor így valahogy, nem tudom, hogy itt talán el lehet menni. Így szerintem el lehet menni, így valahogy, nem? És ezt az upgrade-et felszedjük. Nem tudom, hogy mi az, föl kéne kapnunk. Na nézzük, próbáljuk meg innen kivanszorogni. Jajjaj! Jó, nincs semmi baj, úgy látom. Elengedjük, aztán ma veretjük is tovább, mint az őrült. Jó az a gép! Jó az. Ilyen scoutnak tök jó. Igazából egy ilyen scoutnak megcsinálna egy gépet, amelyik ilyen tök epic. Aztán az végig lehetne szerintem mindent, nem? És ez ilyen havas helyre is. Vagy havasra mi a chained winds kell a víz kell egyébként a havas tájra, vagy hogy van ez? Gondolom elképzelhető, ugye? Hogy azt direkt ilyen jégre vigyes, mi egyébként kezd kifogyni a üzemanyag. És így lehet, hogy tényleg azt csináljuk, hogy elmegyünk erre. Ezt az upgrade-et felszedjük. Várja, merre kell mennem még tovább? Nem, itt jobbra kellene menni. Felszedjük az upgrade-et. De látod, itt is ilyen vizes, de itt meg nem süppedős. Úgyhogy ezekre valahogy ki kell ismerni majd, úgyhogy... Honnan tudom meg, hogy mi süpped, mi nem süpped. Ez csak ilyen felületi sár, ilyen kemény. Csapjad neki! Lehetne egy kicsit gyorsabb, egy ilyen izét kapcsolni ilyenkor egy hágot. Na ott van a nagy sár, nézd oda, szét van gyűrve. Itt kerüljük. Nekem ez gyanús volt itt. Ezt az upgrade-et megszerezzük, és egyébként vissza is ugrathatnék a garázsba. Meg akkor ugye lemegyünk valahova. Ezt beszéltük. Fák között hol a tenger, hupikék. Ott laknak ők a törpikék. Nem kis pályázik a képer. Na hol van az az upgrade? Az a tón keresztül keverni, vagy mi a folyón? Nem jó van, 1% megint oda vert neki. Hó, 2, jó van. Vagy nem 2% pont, mert ugye nem 100%-ban van megadva.
Na valahogy. Hú, van itt az upgrade. Ott te, ott a kocsira, tök jó, ilyen roncsoknál van egyébként. Na várj, itt át kéne baktatni valahogy. Mondjuk ott, nagy gázza. Ajaj. Ajaj. Jó, viszont megszerezzük ezt. Hogy kell megszerezni? Oda kell mennem teljesen, hogy mi ez? Oké, okay, megszereztük, és mi ez? Ez egy motor, gyerekek, egy motor. A Chevrolet Koreákhoz, a GMC-hez is jó, és a Fleet Starhoz is. Akkor egy többhöz jó. Szereztünk egy jó motort, a Gen G-t. Na. Minek örül a keeper? Hol van még ilyen? Olyan, egyáltalán hol vagyunk? Itt vagyunk. Ugye itt már nincs semmi olyan, amit meg kell szere... Itt van egy upgrade. Itt van a garázsunk. És azon agyalok, hogy nem lenne érdemesebb. Honnan, innen... Mikor az upgrade vissza tudni menni az aszfaltos útra, az tök jó lenne, mert az aszfaltos útra... De mondjuk itt lehet, hogy van egy baj. Nem tudom, hogy ezt az upgrade-et hogy tudnám megkönnyebben megszerezni. Így valahogy. Így valahogy, így valahogy, így valahogy. És akkor itt meg... Hát valahogy, valahogy ide jutni, ugye? Jó, hát akkor menjünk vissza. Talán nem fogy ki addig az üzemanyag. Egyébként mindig olyan nagy távolságokat gondolok. Azt azért annyira nem nagyok ám ezek a távolságok. Na, itt megint hogy menjek át? Menjünk itt át. Ja, nyomjad nekid, more! Nem tiszt teljesen jó. Egyébként ehhez kap, talán még valami offroad kereked, vagy nem tudom micsodát, akkor lennék happy. Happy-happy lennék. Valahogy vissza kéne keverni az útra. Bár itt most ez pont ilyen baromra emelkedő lesz. Hát, hogy hogy fogok itt visszakeveredni? Nem tudom, meg ráadásul ilyen sáros vidéken vagyok, pound. Pound, pound. Na, két fa között. Nagy gázza, hogy átbújjuk, kicsit félrehajtottuk az ágakat, kijutom az ablakon. Visszamegyünk az aszfaltra, az lesz nekünk a jó. És ugye jobbra elvileg. Aha. Ah, ez a Chevrolet, ez üti vágja az ember, de jó bírja, le. Ez a Chevrolet, ez frankó ez a gép. Na, még azt az upgrade-et, meg a harmadikat, meg ugye a másik oldalt van már csak Watchtower, meg ott lenn, alul. Éjszakon ki, gyakorlatilag fölfedeztük minden. Ez mit? Ja, ide kellene hozni dolgokat, hogy nekünk jó legyen. Várjál, itt akkor le kéne vágtatnom, ezen az úton. Ugye itt ilyen, meg kellene javítani ezt az utat. Mert különben itt nem is nagyon tudunk hordani mit, ha csak nem valami nagyon szar útvonalon. Íííí, bazze, komolyan mondom, nem egyszerű az élet. Ja, és akkor ja, azt hittem, itt le akarok menni. Ez jó az a jármű, ez tetszik ez a jármű. Hát eddig gondolom, ez figyeljetek, ez a kezdő járművünk, ennél csak jobbak vannak a scout járművek. Én meg annak úgy örülök, mint majom a farkának. Mert ennyire pro a keeper, egyébként nehézségi szint azt hiszem abszolút nincs a játékban, szóval ez nem kell attól férni, hogy itt könnyűre állítottam. Annyi, hogy van a hard mode, ugye a hard mode-ban azt hiszem pénzbe kerül az üzemanyag, nem tudsz automatán pakolni, meg nem tudsz garázsba ugratni, meg ilyeneket nem lehet. Úgyhogy az tényleg egy ilyen szivatás. Azt szerintem ilyen egyedül neki sem merni állni. De attól még ugye a terep, meg ilyesmi az nem változik a hard mode-ba se. Na, meg is jöttük az upgrade-hez. Gyerekek azt nem mondta, hogy megjöttük. Ott van benne... Ja nem? De az mi az? Ott van egy kocsi. Álljál meg, engedem, hogy... Itt kéne árválnunk, ugye valahogy a izék között a... Hegyek között van a tenger, hupikék. Egyébként tudom, hogy gombaházak között, de... És legyenek hegyek. A, tök jó, hogy a kicsi fákat végre kitöröd. Aha, ha kitöröd. És most a sikerült megoldanom a ügyességet. Ó, te fiú! Ó, te fiú! Van baj, van baj. Ahogy ki kéne rángatnom magam innen, mert most rácsesztem. Ráfutottam erre a bokorra, aztán ez nem igen törik ki, de kitörött csak. Hülye volt a keeper.
Gyerekek, itt nagy a sár! Meg mindjárt éjjel lesz. De most komolyan ekkora sár van itt? Nem, nem viccelj, vagy itt sár. Van itt a szitter, na. Tudom, merre menjek. Nem utogasd azt a vícset! Tudom! Az a túltipeket, ezeket ugye örökre fogja mutatni, azt a vincset, azt már 800-szor mutat. Na, ott az upgrade-e. Ja, nem olyan nagy a map. Az ember azt hiszi, hogy olyan hú, de hatalmas, azt azért el lehet. De tök jó változatos a környék. De itt már megint ilyen marha nagy sár. Jaj, de... Na, mi volt ez? Jaj, itt egy autó. Mindig ilyen autó mellett van, ugye van a rész. Tűrjük ki. Tűrjük ki! Tűrjük neki, Gyulám. Na, ott már rajta voltam. Kapcsolgass ezzel. Na, mit találtunk? Egy váltót X mire jó. Chevrolet CK 1500-hoz és valami K38 Mansion. Szóval pont ehhez jó egyébként. Úgyhogy benne is ugratok a garázsba, azt megnézzük, hogy mi történik, jó? Úgyis itt már szerintem várjátok, azért megnézem itt már szerintem, hogy mindent itt sikerült pucolnyom. Ugye a következő upgrade, ami van, az ott nagyon messze van, és a következő watchtower, amik vannak, az itt van egy, meg itt van egy, így alul van. Szóval, és akkor az egész föl van térképezve. Ja, ide kell ehhez watchtower, ez az meg a garázs mellett van, szóval ide fölmegyünk, sicsúgy. Jó, meg ugye a másik oldalon. Oké, akkor mindenképpen garázsba ugratás mehet. Remove cargo az. Recover. Ja, egyébként látszik a konzolos, hogy konzolos is megjelent a játék, mert kicsit olyan konzolos egyébként az irányítás. Egér az néha olyan hülyebb működik, inkább jobb, hogyha a billentyűzettel szenvedsz. Ja, az izét akartam megnézni a váltót. Ugye váltót szereztünk ehhez? SnowRunner váltó 1. És ez mi? Ez jobb offroad performance-a van. Jó, van, oké. Okay. Hát megpróbáljuk, jó? Megpróbáljuk, ugye a durability-e nő is tőle ott látni. Jó. A stockot lecseréljük mindenképp. Ez nem is került pénzbe. Az ilyen upgrade-ek akkor nem is kerülnek pénzbe. Hányra van? Skip time, a T-vel. Night, reggel 6. Tökéletes. Meg kell tanulni a billentyű kombinációkat. És jó, akkor szereztünk valami váltót. És most már van high-om, gyerekek. Most már van, tudok high-ot kapcsolni. Figyeld! De nézd. Bár itt se gyorsabb. Mint az autó általában. Jó, de viszont várjál, lóba tudok plusz-minuszt. Eddig nem tudtam, látod? Vagy akkor ez egy nagyon jó váltó. Jó, nem akarok trailert kapcsolni, hanem el akarok menni a Watchtower-hez. Ez meg itt van valahol a bal oldalt az első út, úgyhogy ezt nagyon meg se jelölöm. Na gyerekek, alakulnak a dolgok, alakulnak. Itt volt valahol valami út, nem? Hát, hogy mégis megjelölj a Keeper, mert belekeverünk. Ja, itt, így. Ez nem valami nehezen elérhető Watchtower. Gyors utazás abszolút nincs a játékban, tehát itt nem tudok át teleportálni egyik helyről másikra, ami mondjuk érdekes lenne. Egyébként ebben a játékban még egyet hiányolok, hogy ki lehessen szárni a járművel. Ki lehetne szárni, hogy mit tudom, itt lehetne bóklászni, de lehet, hogy akkor nem néz... De, jól néz ki ez ahogy is. Azt még így bírnám. Hogyha lenne ilyen opció. Na, itt fölvágtató. Meg is van javítva ugye a Chevrolet, meg van trankolva. Összkereket be se kapcsoltad még. Nyomunk neki egy összkereket. Egyébként vagy 6 liter teszi ki. Nem evett ez kevesebbet? Lehet, hogy a váltó az valamit módosít rajta. Mint hogyha kevesebbet evett volna, nem? Nem tudom, de tényleg úgy érzem. Meg se néztem egyébként a design kiegészítőket ennek a Chevroletnek. Ugye az is van biztos, de nagyon nem akarok pénzt költeni. A DLC-s járműveket eladni sem fogom, tehát abból nem akarok pénzt csinálni. Se pénzt nem akarok csinálni, se erőnyt kovácsolni a DLC-s járművekből magamnak.
Hát figyeljetek, végigpengetjük ezt a játékot. Egyébként nagyon bokacs listás volt nekem. Ugye az ilyen Pinta és Smudrun erre barósokat játszottunk. Aztán én kivagyom a SnowRunner-t. Végig se játszom meg, nem ismerem meg. Már maga az információ, hogy megismered, az egy ilyen tök jó érzést ad szerintem. Jó, mindjárt ott is vagyunk, tök jó. Kikapcsolom az összkereket, ahol kell, és akkor lemegy vagy felére, látod? Ja, néha ki kell kapcsolni, ahol nem kell összkerék, ott ki kell kapcsolni. Oké, megvan a watchtower, na nézzük meg. Itt esetleg van-e valami? Hát itt rohadtul semmit nem találtunk. Érdekes, hogy ez a rész, itt nincs is watchtower, és még mindig szürke. Itt lehet valami? Van rá esély, hogy én itt találnék valamit, ha elmennék? Tök érdekes, hogy nem, szürke. Semmit nem módosít, ugye, hogy ezt nyomok egy ilyet. Ez csak egy ilyen animation, gondolom. Ott nem van valami, ott mutatja. Az mi volt? Ez a garázs, gyakorlatilag a garázsomat mutatta. Na, akkor következő watchtower, levegyünk ide, és... Nem tudom, hol menjek be, inkább hevegyünk tovább, és akkor bevegyünk itt. Jó. Úgyhogy veretjük vissza. Ja, itt tovább lehet menni. Érdekes, hogy nem mutat semmi, de szerintem ott nincs is semmi. Erre még egy diffit raknánk, meg emelést, meg nagy kerekeket, aztán ez egy epic jó gép lenne. Én úgy érzem. Úgy érzem. Bár én még mindig kevesellem a gépet, amit találtunk. Egyébként ott a farmon volt valami gép, de az lehet, hogy küldetés. A küldetéses gépek, gondolom, azokat nem tudom megkapni, hanem azok inkább ilyen izék, ilyen... Azokat megcsinálom, és akkor azt nem kapod meg. Mert van olyan, hogy ki kell rángatni, mint olyan sárból. Hát azt miért kapnám meg, érted? Ez fura lenne. Garázsba visszaugrathattam volna ennyi erőbe, de mondom, ne ugrassunk annyit. Ügyöcsém. Jó lenne, magasabb lenne, mert akkor talán kevésbé verném le az alját. Szóval egy kicsit forrázok, hogy odaverem neki. Tök jó, hogy az ilyen közép meg. Szerintem a legnagyobb fegyőfákat is ki tudnék nem törni egy nagy géppel, ugye? Ezt jó sejtem. Most látszok, összkereket kikapcsolom. Legalább egy kis ilyen drifter érzése lesz az embernek. Jó. Ezt a mapot. Itt ebbe aztán tényleg lehet időt ölni ebbe a játékba, gyerekek. Így nyilgázom, végigjárom ezt a mapot. Ez is meddig tart. Ugye még tovább. Itt is van valami feladat. Hát, egyébként meglátszik a munka ebben a játékban, főleg ez a rengeteg feladat, ez a rengeteg küldetés, hogy ezeket így összehozták, hogy tényleg egymás hegyén hatalma. Úristen, na, bazd a gyerekek, nem menjünk bele a sárba nagyon, de milyen mély. Itt a két fa között, hát nem is tudom merre menjek. Nagyon lassítan is érdemes. Megvan, nézzük, ez a vizes rész talán nem olyan, aha. Ez a vizes rész még jobb lehet, nézd oda. Inkább a vizes rész, mint a ragadós sár. Oké, át is megyek a túloldalára, hoppá! Gyerekek, ezt nagyon megcsináltok itt most. Hát ez nagyon jó volt. De figyelj, el is süllyedtünk. Jó, nézzük, mi van itt. Ott egy truck. Egy elsüllyedt truck ugye ott van, meg itt is van egy elsüllyedt gép. De várj, az mi? Az egy személyautó. De várj, ez hogy én működik? Hogy ez küldetésnek számít, vagy minek? És ezt én szelektálom, semmi. Nem tudom, hogy ez enyém lehet, vagy ki kell menteni, vagy hogyé van. Fogalmam sincs. Mondjuk valószínűleg nem ezzel fogom kimenteni ezzel a géppe.
Itt van, hány watchtower van, nézzük hány watchtower van még, ami nincs megcsinálva. Azokat mutatja, hogy egy, kettő. És azok tök közel vannak. El kéne mennem itt. Meg van itt egy, várjál, itt van valami, egy upgrade. Ott van egy upgrade. Miért felejtettük el? De most mondjuk már közelebb vagyok el. Át kéne menni, itt át kellene mennem föl végig. Itt az upgrade-et felszedem. Látod, van ott egy upgrade. El kellene mennem le a városba, utána át a városon, utána elmenni erre, és itt van egy darab watchtower, és akkor megvan az összes watchtower, és megvan az összes upgrade. Úgyhogy ez az, gyerekek. Ezek mennek meg a váranyfelhők. Csak hogy valahogy ki kéne jutnom innen. Amerre jöttem, az jó volt. Ja, valahol, valamikor egyébként emlékeztem még időből is. Kamerakezelés néha. Egyébként ugye nem megy át a kamera, sajnos a az objecteken, hanem akkor így fölcsapja, tudod, hogy a fejünk felé, az egy kicsit furcsa. Ja, ugye nem biztos, hogy a víz az rosszabb, mint a nagyon süperős sár. Látod? Mert ugye ott még nincsen szétvágva. Ugye mondjuk most én kezdem szétvágni, szóval elég szar lesz, de most így kétszer kibejöttünk belőle, az tök jó volt. Na jó, jó ez a gép egyébként. Összkereket kikapcsoljuk itt, szerintem fölösleges. Meg könnyű ugye... Könnyű, szóval az ilyen... Lehet, hogy itt az a vizes résznél egy nagyobb gép az tök elsüllyed volna. Jó, összkereket kikapcsolás. Oké, okay. Az összes watchtower meg lesz, meg az összes upgrade valószínűleg. Megnézzük, hogy még van-e valahol Verta. De szerintem küldetés, ugye, mert ezelőtt azt a Kodiakot, azt nem úgy mutatta, hogy ki kell húzni a sárból dolog, nem küldetésként, hanem csak úgy mutatta, hogy ott egy jármű. Az így ezt meg tudom kapni. Ezekben szerintem át sem tudok ülni, amelyik ilyen húz ki a sárból küldetések. Sőt, tuti. Na gyerekek, akkor... Ugye ott a watchtower, itt beszéltük, hogy balra kéne menni, és akkor valahol felmenni. Ugye, jelöljünk egyet, mert itt bele fogunk keveredni. Hát itt nem tudom, hogy, az, hogy megyek ott föl. Valahogy így kéne, de hát nem tudom, hogy ott van-e út. Nem úgy néz ki. Megint szakad az eső, ez nem tudom mennyire befolyásolja a talajt, én úgy érzem, lehet, hogy nem. Már lehet, hogy valamennyire százalékosan így mindenhol ugye süperősebb lesz tőle. Na hát nézzük, lehet, hogy egyáltalán nem is lehet itt fölmenni. Hát nem tudom. Hát nem én lennék, ha nem próbálnám meg. Jaj! Hát ez jó meredek lesz, meg ráadásul be van borulva oda egy fa. Kikerüljük el fát, azt elmegyünk balra, kikerülve fát. Hű, gyerekek. Várj, most hol van a következő jelen? Azt a betyár. Nem jelöltem meg, én hülye. Így, így. De várj, itt az út. Látom, itt az út. Itt. Jelölök többet, aztán akkor jobban. Watchtower, megyünk tovább. Upgrade, ott van az upgrade. Itt el vagyunk erre. Látod? Upgrade. Úgy. És akkor ott valahol lejungolunk városba, és akkor elmegyünk az utolsó watchtowerig. És már meg is vagyunk! Jaj! Már megint bazzak, már megint. Megint milyen hosszú videó lesz ez ma? Itt valahol kellene lenni egy útnak, azt jelölte. De nagyon nem látom én itt. Ja, itt az út. Hát ez jó, eldugott egy út. Zúg az esődik. Én mondjuk egy összkereket nyomnék, neki lehet, hogy föl is menne, ami. De majdnem fölment még anélkül is. Nem rossz az a gép. Bár lehet, hogy cipelem magammal ezt a javítókészletet. Ezt lehet, hogy ez is súly. Ami nem biztos, hogy jó. Már sokszor jó a súly, mert a taporást meg növeli. Úgyhogy ez egy ilyen... kitapasztalós dolog. De most már így kezdem. Már a... Jajjaj, a kezelőszerveket, a hadot jobban megismeri az ember. Oké. Okay. Na nézzük. Nézzük, hogy esetleg valamit látunk-e itt. Abszolút semmit.
semmi ízét nem. Nincs plusz dolog, amit felfedeződött ezzel, úgyhogy azért fölösleges volt itt feljönni. Bár... bár 100%-ra akarjuk kitolni a játékot. Tényleg az kellene, gyerekek. Michigan 100%. Ugye van ilyen százalékos rész, azt hiszem az F4-nél, várjál. Itt van, Michigan 13%-on van, ugye látod, hogy itt van, hogy high watchtower unlocked, de hát az, gondolom az all, összes. Aha. Igen. Figyeljetek, 100%-ra ki kell nyomni a játékot, legyen az a cél, hogy mit tudom, ha már egyszer építkezik. Ugyanek, itt nem kell leesnünk. Jó, hát itt nagy járművel nem kellene járnunk. Annyit még írjatok meg, hogyha esetleg pont itt valaki látja és tudja is, mármint is hallja ezt a kérdést, hogy más régióba áthozhatom a járműveket? Szóval... Vajon, bazza, nem, merre? Valahol el kellett volna fordulnom el, nem? Szerintem itt föl kellett volna fordulnom. Álljál meg? Aha. Jó, mert bazza, jó sokat eljöttem fölöslegesen. Ja, más régióba áthozhatom a járműveket? Tehát most vagy ezt át tudom rakni a... mondjuk Alaszkába, vagy akárhova? Vagy a Oroszországba? Úgyhogy ha felrakom, ugye bepakolom a raktárba, utána itt meg le tudom rakni. Jó, hát ezt elcsesztem, bocsász. Bocsász, de hol kell elfordulnom? Valahol itt, nem? Itt kell volna. Megy a keeper, mint a világtalan. Na. Nem vagyok vakám, csak vakmerő. Na nézzük. Már csak egy watchtower, meg igazából kettő darab ilyen upgrade. Úgyhogy ezen akkor megszereztük azt az összeset, az nekem nagyon boldogság. Hát azért a scout járművel ugye el lehet boldogulni, itt lehet, hogy más pokon már annyira nem, de itt azért... néha azért elég ortolós. Simán fordítottam a kormányt, aztán nem nagyon akar. Néha. Hű, baze. Ajaj. Ezt nem nekünk találták ki. Ojaj! Nézzének van, a Jeepnek van egy ilyen Rubicon verziója, ami azt hiszem azért kapta a nevét, mert van egy ilyen tipikus ilyen verseny, ilyen Rubicon verseny vagy mi, ahol ilyen extrém hegy sziklák között mászkálnak, és azért kapta meg az a Jeep, Rubicon azt a nevet, mert azt tudta teljesíteni utcai autó. Azt az extrém körülmények között végzett versenyt az ilyen nagyon sziklás részen, ahol ilyen hatalmas sziklák között kell egy ilyen extrém úton végigmenni. Ilyen tök veszélyes helyen. Oh yeah! Oh yeah! Gyerekek! Még egy upgrade! Halljunk meg! Ó, izé, lengés csillapító, emelés, ugye? Emelés, mire jó? Ó, pont erre jó, gyerekek, nagyon királyok vagyunk, megvan rá az emelés is, megvan rá az emelés is. És valahogy le kéne egyébként csullankodni, de valami extrém módon, mert ugye nem akarok körbe menni. Nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni, itt elvileg valahol le lehet menni. Várja, találjuk már meg a megfelelő megoldást. Figyelj, itt le kéne, így ott a sziklás részen. Ára az útra akarok lemenni, kész! Ennyi. Egyébként azt nézem, az út itt igen, ne kéne mennem főútra, teljesen. Itt valahogy le, itt le, itt le, be a városba, át a városon. És akkor itt, ez a watchtowerhez valahogy le, és az utolsó watchtower. Úgyhogy ez meg is lenne. Ha valahogy meg kéne próbálunk itt lekefesztetni. Gondolom ez a... jaj, more, jaj, a hülye gyerek. Na figyelj. Nem gép, hanem bírja, nem? Szasza haverom szokta mondani. Jaj! Nincs semmi gond.
tervszerűen alakulnak az események. No problemo! No problemo! Várja, hogy kell javítani? Repoír. Mindent? Hol? Aha. Jó. Csodban, hogy mennyi javítás pontunk van, 26 melmen. Jó, meg van egy gumink, de minek azok elég? Mi? Ki tud lukadni a kerekünk? Jó, van gyerekek, semmi gond. Egyébként bemehetünk tankóni is, úgyhogy úgy be tudjuk eltenni. Megoldotta a képer egy bookfence-el, vagy egy flippel, vagy minek nevezik azt, ami egy oldalra megy. Na. Jó, hát figyeljetek, azért... Nem mondom azt, hogy olyan mara ügyes vagyok, biztos sokkal jobban vágják ezt a játékot. A Spintfire összes előzmények azért szerintem sokat segítenek, hogy annyira ne csesszük el. És be gyorsan beugrok a időbe, útra. Megtankolom. Áll meg. Nem húzom eddig a csövet, ne viccelj. 20 liter üzemanyag. Vagy mi volt? 20 liter volt? Vagy mi volt a leírva? Nyomunk egy izét. Mert megszed. Ezt már mehetünk is tovább. Remélem, hogy az egysége áras az üzemanyag. Hát ez a Michigan első, ez egyébként egy ilyen varító. Mándor zúgok. Jó, utolsó izét. Watchtower felfedezzük. Meg valahol volt ott a garázs környékén meg egy upgrade, azt kiszedjük, és akkor egy emelést kaptuk erre. Úgyhogy baró jó lesz ez a gép, ez egy atom lesz. Ott a vastóvar nincs is messze, figyeld, innen látva. Hát ez nem lesz nagy cucc. Bóják között hol a tenger, hupikék. Ott laknak ők a törpikék. Goodbye-e kezdi. És egyből ilyen sárosodva, hát mi a szar? Hát, hol értek ti Alkomba? Itt is van egy ilyen... Húzzad ki a sárból a csávót. Úgyhogy akkor elvileg van itt is valami olyan, gondolom. Küldetés. Itt átmegyünk. Hát megyünk a félszigetre, hajrá! A keeper nem megy bele a sárba, mert ügyes. Ügyes. Oké, na. Kézifék, M. Nézzük, mi a szituáció. Mit találtunk, ez mi? Valahol át lehet menni. Át lehet menni egy másik térképre? Át lehet menni? Vagy globál mapban olyan, hogy Smithfield Dam? Át lehet menni, bazze? Át tudsz menni? Oda? Így. Nem is tudtam, hogy az így működik. De jó. De itt meg van egy Scout 800-as nyármű, elvileg. Meg upgrade. Valahol keletkezett upgrade-ünk? Valahol van upgrade-ünk. Bazze, azt fölvettem, nem tesó? Nem mondod, hogy nem vettem föl? Ja nem, az egy másik. Hol az ott is jön egy upgrade? Meg ott van egy jármű, egy scout, akármicsoda. Hol vagyunk mi? Ja nem, trailer van beragadva valahova. Hol van, itt vagyunk mi. És akkor az a scoutérre kell menni. Á, gyerek, nagyon hosszú ez a videó, bazze. Na most már meg kéne csinálni, nem? Ezért el kéne mennünk. Egy járműér. Meg ott van még egy upgrade is. Shit. Na mindegy, csapjuk neki. Figyeljetek, mindig azt hiszem egyébként, hogy ilyen tök marha nagy távolságok vannak ezen a térképen, aztán azért nincsenek álmodik olyan rohadt nagyobb. És új gondolom már 1 millió küldetést felunlockoltam. Azt sem tudom, hogy mikor, hogy fogok ennyit megcsinálni. Ja, de hülye voltam. Azért írja a Michigannél ugye a felszabadításokat, mert Michiganben van még plusz mapok. Ez még csak az egyik része. Ja. Jó, gyerekek, végigveretjük ám pikpak. Nem lesz ez olyan veszélyes, mint amennyire hiszi a Keeper. Ennyi neki, adjál neki. Pajt, te kellett volna fordulni. Kivigyem azt, hogy kizé, táblát. Eladó izé. Vigyázz, haver. Figyeljeneket. Lír. Hülye gyerek. Basz, mennyi küldetés meg minden, hallod? Mennyi idő alatt tudod ezt izolni?
clearelni ezt az egész mapot, hogy meglegyen minden. Úristen, ekkora sorok. Na menjünk már innen ki. Oh fuck. Tök jó az automata csörlődés. A legközelebbi fához vagy valami, az dob egy csörlőt. És nem kell ugye belemenned ebbe az advanced módba, vagy mi a szar. Ami volt ugye Spin Timers-ba is például. Nagy hülyek. Emelés kell, azt akkor jó, jó lesz. Jó, gyerekek, fölmegyünk. Valami jármű, valami scoutot megszerzünk. Scout 900-at, vagy mi a szar. Lehet, hogy jobb, mint ez. Mondjuk ahhoz nincs semmi upgrade-em szerintem, úgyhogy ennek kell, hogy maradjon. Föl a hegyre, jajj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 j
Hoppá, jó. Hallod, azt a nagykövet odébb löktem, nem is tud, azt hittem, hogy ezek ilyen fixek. Bazzen, ezt nem akartam. Ez már nem volt szándékos. Öcsém, amire itt fölérek, szétverem a verdát. Na menj! Adjál neki! Na, még följebb, vagy meddig megyek meg? Na, mindjárt ott vagyok. Itt a ház, na elloptjuk a verdájukat. Nagy hülyek vannak mindenhol, ez nem jó. Ott áll, mi az, Land Rover? Mondom, hogy Scout 900-as, hát itt licenszelt járművel vannak. Mi a gyerekek? Megszereztük, mi a szar ez? Az életemben nem láttam ilyet. De ez ugye jó magas, nem? Komancs. Komancs a neve, International Scout. Ez ilyen nagyon retro. Jó van, akkor ezt is megszedszük. Be kéne ugratni a garázsba, nem? Várjál, azt kellene, hogy a change truck. Oké. Nem jó. Oké, azt akarok átlépni. Miért nem enged át rá? Miért nem engedsz át rá? Miért nem engedsz át rá? Figyelj. Nem enged át rá. De miért nem enged át rá a gyerekek? Még nem értem elég közel hozzá, hogy mi? Meglökjem, vagy mit csináljak vele azzal? Ez valami fönforgásom, mert nem engedett át. Közel vallat, mora, így át! Kuszok hozzá. Pedig kéne neki, elmondom neked. Hát mi szar van? Várjál, mapon. Na szarás, jó, így engedte. Érdekes, nem tudom miért nem működött. Diflok. Always on. Ezen van difizár gyerekek, elmondom nektek. Ez nagyon ugrik. Ez jó az a verda. Na várja. Akkor... itt van egy upgrade. Úgyhogy vissza kellene neki csúszni. Jó, de nagyon messze vagyunk onnan. Vissza kellene csúszni ide. Ezeken a hegyeken valószínűleg nem lehet átmenni, ugye? Ez így elég menő lennék. Így. Hallod? Hát bazzel, nem, ne legyen keeper a nevem, hogy én ezt nem csinálom meg így. Na, majd figyeljetek. International Scout-tal nekivágok a izének, hegyeknek, azoknak a nagy hegyeknek a szembe. Ez lehet, hogy első lehet arra menni, így kimész a mamborra. Hát fazzel, ne szórakozzunk már. Ez kerék difizár. Maradj difi, úgyhogy az egy jó dolog ám. De hülye. Sok lesz ez a... Meló, sok lesz. Merre kell egyáltalán mennem? Mit jelölted magamnak? Aha. Úristen. Most ez komoly? Na mi a szarnak? Minek nekünk utak? Nem kell nekünk utak, hallod? Nem megyek itt. De szerintem senki nem gondolta... Jó, meg én sem van. Állj föl! Ez így akartam, gyerekek. Esküszöm. Kicsit olyan...
Rángatós ez a Verda egyébként. Megy ez, mint az őrült, csak nem tudom, olyan rángatós. Meg hát ugye szar a gumi rajt, a másik az lehet, hogy jobb lett volna, de ez jó magas egyébként. Menjünk, próbáld meg. Menjél már az el. Lehet, hogy gyerekek, már ilyen szélerőműveket látok, vagy miket. Esküszöm, nézd oda, kivegyünk a mapból. Na, Gizi, mennyi? Hallod? Már fölmegyek a hegytetőn, Dick. Hát ez, szerintem erre nem is... Baza, ez nagyon magas egyébként. Olyan borulék, hogy oda nézzél, tesó. Állandóan fel akar borulni. Gyerekek. Hát szerintem erre nem is lehetne jönni. Na hiszed? De miért nem fordulsz egyébként? Mert állandóan tekerem jobbra a kormány, de mindenfele megy, csak jobbra nem. Elmondom nektek. Nem, mint hogy ilyen láthatatlan falba ütköznék enyhén, de nem hiszem. De ez nagyon magas, ez állandóan fel akar dűni. Na nyomjuk neki, na erre kell menni. Na, figyeljétek, hol jár a hülye? Hallod? Szerinted normális? És komolyan. Fel kéne kapatni ide, nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Ezeken a hülyeken, ezeken úgy csúszik a kerék, mint a szar. Na, ez, mint a jég olyan ez. Nem véletlenül gondolom, hülye gyerek, ne erre gyere. Meg nincs egy dekafos, hogy nehogy meg tudják kapaszkodni. Hát ne figyelj, nem érdekel, de lehet, hogy itt meg olyan meredekség lesz. Ó, te hülye! Ó, te hülye! Na itt aztán menjél le akkor most? Fölött neked itt te megcsinálod. Egyébként ez olyan jó, hogy ki lehet tűrni a fákat. Ha lemegyek, én nem szórakozom. Jaj, ne! Nem mondod! Elindultunk. Elindultunk, most épp hogy úgy állunk, jó, várjál, most ezt nagyon meg kell gondolni. Jó lenne, ha... Ne! 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 Nem akarom! Ez nem hiszem el, hallod! Komolyan, hogy elsírom magam, bazze. Nem hiszed el? Ez a szar volt az a gép! Aj, ne! Pedig olyan jól ment. Ó, te Isten! Bazze, annyira most le vagyok taglózva, gyerekek. Pedig bazze, majdnem ott voltam. Majdnem ott voltam, na meg első közösső, de jó. Nem volt jó az a gép egyébként, mert izai gumi van rajt szerintem azon, ilyen szargumi. Annyira tapadás nulla volt, hogy a csém. Kicsit oda pattintottunk neki. Leszarom gyerekek, fölmegyek, de egyébként ez jobb. Az International Scout lehet, hogy jó, de annyi nagyon magas egyébként, mindig fel akar borulni. Ennek a súlypontja tök le van, ez tök jó. Figyeljétek meg, hogy ez a sokkal jobban fog. Legalább most egy ilyen összehasonlítás, hogy melyik a jobb. Mindjárt kiderül. Itt például már csörlöznöm kellett azzal. Jó, hát ez szerintem sokkal jobb. Meg ugye ez nem akar állandóan borulni. Oda nézz, hallod, mindjárt kapcsolok nekem. A harmadikbe megy fölfelé dombon oda. Negyedikbe, Dick. Legmagasabb fokozatba. Legmagasabb fokozatba veretjük. Még dörög az ég is. Úristen, azt hittem itt Rillbe. Rill dörög. Nemes Rádon. Az közben még Michiganbe dörög az ég. Á, egyébként ez sokkal jobb ez a gép. Ez fényévekkel jobb. Csak nehogy ezt is föröntsem. Lehet, hogy azt kéne csinálnom, hogy felállítom azt ezzel, hogy így legyen egy ilyen végszükséges tervem, hogyha ez felborul, akkor azzal még esetleg le tudok menni. Egymást is fel tudjuk állítani, de... Ez a kő, ez nem a legjobb. De viszont ez legalább a kövön se annyira csúszik meg. A másik az itt... Olyan volt, mint a tükörjégen jártam volna. Na, mi a helyzet itt, töcsi? A földöté, földöté!
Álljál meg! Hát lehet, hogy nem így kéne csörlőznem, ez nem a legjobb pozíció, saját magam felborítására maximum, jó, így már jobb. Igen. Úgy tesó, de nem jó, hogy az aljára kötött, ne oda kössé, de ember. Ja, félkeresztbe kéne húzni, igen. Csak félek, hogy fölborulok. Ma nem azt mondtam, hogy baszik felállítani, de nem akarok csúnyán beszélni. Fölmegyek ide magasabbra. Gyerekek, ez nem kicsit veszélyes egyébként, nem mondom. Főleg ilyen hirtelen kormánymozdulatokkal operálok. Abban a tapadásunk az a nullával egyenlő. Ne! Ne! Ne lerád minket! Istenem, fasz! Ez ilyen tipikus, meg ilyen izékbe szokott lenni ilyen hülye film videókban. Amikor a hülyék izé fölállítja, aztán gurul tovább. Hát ez kemény volt. Jó van, kikerüljük, aztán ez egy ilyen végszükség. Hallod? Gyorsan elengedtem, de még jó, hogy megtűzött a fánál is. Te is lejössz, haver, hogy mi lesz? Azt a... Jaj. Á, itt fölborultam volna azzal már. Ez egyébként ez nagyon masszív, ez tök jó. De mondjuk, ha lesz majd emelés, lehet már nem lesz annyira kajak. Nos, srácok, ez is megvan. Megvan az összes. Milyen? Ez mi? Ez egy motor. Nézzük meg, hogy mi ez jó. Bazz, ehhez motor. Hallod? Ez egy V8-as 5-2-es. Tik! Ez nagyon jó lesz. Várjál, meg kéne nézni. Meg egy upgrade van, az meg itt közel a garázshoz, úgyhogy menjünk a garázsba, és akkor onnan kijövünk. És akkor már meg is vagyunk. Rigóvel. Oké. Addig nem, akkor nem rakok rá semmit, hanem egyszerre. Vagy pedig izé, rakjuk. Mi volt nekünk? A gearboxunk az megvan. Bár nyugodj már meg. Suspension. Emelt suspension. Oda nézze, és ezek ingyen vannak, Dick. Ezek miért van ez? Mi a fasz? Ez nem... Jó, már ízé, most már föl tudom, mert emelten föl tudod rakni ezeket. De jó... De ez miben van, tudik? Ja, itt látni ugye, hogy on-roadon... Ez például sárba jó. Oda néz. Ez is jó sárba. Ez is jó sárba. Jó, akkor rakunk egy ilyen jó rucskös kereket. Jó, sok pénzükbe fáj. Oké, raktunk egy ilyen jó rucskös kereket. A vincs az marad. Diflok nincsen. De várjál, van diflokom. Föl is van ragva. Csülye vagyok én, vagy mi? Mint ezt szerintem egyáltalán nem kell. Én meg ugye akkor a motort most fogjuk ellokolni. De is állokoltuk is. Itt van. 5-2-es. Gyerekek! Hát ezért akartam. Kinézetet. Rims. Biztosan van. A kettőfajta rim van hozzá. Hát ez elég szomorú. Sidepipe. Ja, nem a föllépő, ugye? Van kell. Ú, vannak ilyen tök jó izék. Na hát ezt felrakom rá össze, de emeljük a lóvét. Felső tetejére, villogó. Cső nincs. Á, gyerekek, ilyet körrá raknám, hallod, nagyon élem. És akkor ez meg, hátsó bumper. Jó, ennyi volt. Meg a füstést lehetne változtatni. Ez ilyen DLC füstés volt. Nem tudom, valami színesebb, nem? Ne legyen ez. Jó kopott. Na, jó van, oké. Okay. Ott gyerekek, nagyon ott van már, na figyeld el. 5-2-es V8. Izé, emelt hasmagasság. Nagyon, nagyon megy. Haszta! Ne viccelj! Assza, betya! Gyerekek!
Te lerakadott minket, apám! Mukfencöltünk egy... Azt a rohadt életre. Hát ez veszélyes móka. Ez jó, jó van, oké. De hallod, még mindig urul a gépem. Figyelj, hallod? Ne szórakozz, ezzel nem megyek én utaknak. Mindenen keresztül is. Ne csip... Szinte van ilyen Master Truck-szerű stílusban nyomjuk. Összkerék. Figyelj, ez ilyen matba is tök jó, vagy ilyen mudba. Hát ez nagyon-nagyon izé lett. Furmányos fajta. Csak az a baj, hogy mivel magas van, sem van a súlypont, ezért eléggé borulékony lett tőle nagysága. Na mi van? Mit kaptunk? Igen, és emelés a GMC-re emelés. Hát jó van. Akkor igazából meg vagyunk minden egyivel. Meg vagyunk a mappal. Scout 800, oké. Okay. Lehet, hogy beugratjuk akkor a garázsba. Mert ugye most már nem körlét. Recovereljük, oké. Okay. És akkor itt van nekem, ennyi járművünk van már. Ugye? Ez. Az. Ez. A Kodiak nem tudom mennyire jó. Egyébként szerintem ez lenne jó. Ugye nem félpót kocsival, hanem másikunkkal. Jó. Gyűjtögetszünk azért. Meg még azt akarom megnézni, hogy akkor nincsen semmi a mapon, ugye? Olyan. Csak taskok. Épületek. Ezek ugye a taskok. Task adók. Küldetés adók. És ezek meg a truckok és trailerek. Jó, kezdek így belelendülni, belejönni. Ez mi? Vannak itt is, hogyha... Isten. Na jó van, gyerekek, szerintem ennyi volt. Fölfedeztük az egész területet, összegyűjtöttük a megfelelő dolgokat. Ezeket a küldetés adókat nézzük meg még egyszer. Jó, vannak ezek a küldetés adók. Ezek tök, ezeket a kis kihúzom a sárból, ezért mit kapok? Nem kapok járművet, vagy valamit? Nem tudom, írjatok, hogy melyiket, mit érdemes csinálnom, jó? Melyiket érdemes? Teljesen mindegy. De egyébként ennyi küldetés, hallod? Hát ez kapásból, küldetésadásnál van vagy 20, akkor egy ilyennél van ennyi, ez a kettő megvan. Jó, hát még ezt csinálhatnám sorba is, ugye Dice, ennél a Dice, mondjuk ennél nem olyan túl sok van. Ennél se. Nem olyan veszélyes, csak egy olyan 30 küldetés, gyerekek. De egyébként tök jó. Oké, na, elbúcsúzom, köszönöm szépen figyelmet. Jók legyetek, csácsom, hogy csörtésztek!